terjesszétek! Fényportál aktiválás 2023. május 1-én. Ez életünk eddigi legerőteljesebb bolygószintű aktiválása. Ha a kritikus tömeget nem érjük el, akkor a galaktikus központból származó ultraerős energiák mindenképpen elérik a bolygó felszínét. De ez akkor sokkal kaotikusabb és diszharmonikusabb módon fog megnyilvánulni. El tudjuk érni a kritikus tömeget, a 144 ezer embert, akik ezt az aktiválást végzik. Ez egy hatalmas gyógyító láncreakciót fog létrehozni az energiamezőben világszerte. Ez életünk eddigi legerőteljesebb bolygószintű aktiválása. A fényportál hulláma már március 23-án érezhető lesz, amikor a Plutó több mint 200 év után először lép a vízöntőbe. Május 1-én éri el a csúcspontját, amikor is a Plutó retrográdba fordul. Majd lassan, fokozatosan kifut június 11-éig, amikor a Plutó ismét kilép a vízöntőből. A fényportál aktiválásának pillanatában, május 1-én, a Plutó a vízöntő 0. fok 21. percénél lesz, ami majdnem pontosan a nagy Jupiter-Szaturnusz együttállás helyzete, ami a vízöntő korszak aktiválásának utolsó részét jelezte. Ezért a fényportál aktiválása a vízöntőkor energiáit a következő szintre emeli. Szintén az aktiválás pillanatában a Plutó pontos nagy trigont alkot az Alcyone helyi központi napunk a Plejádokon. Az Ikrek 0. fok 18. percénél és az M87 galaxissal, a szűzhalmaz egyik fő galaxisa, az univerzum e-szektorának galaktikus szerelmének forrása. Az első fok 14. percében, a mérlegben. Ez a nagy hármas együttállás a kozmikus szeretet rendkívül erőteljes energiáit hozza a bolygóra. És ez lesz a kiváltó ok, amely lehetővé teszi, hogy a galaktikus központból származó energiák szabadon áramolni kezdjenek a bolygónkra. A kozmikus szeretet energiák villanása a szűz szuperhalmazban lévő M87 galaxisból fog kiindulni, és sokkal erősebb lesz, mint az a villanás, amely az Aion portál aktiválása során az M87-ből érte el a Földet.